A következő kisfilmben hosszú orsolya trihológus, fitoterapeuta ad praktikus tanácsokat ahhoz, hogy milyen módszerekkel vezethetők ki a szervezetből bizonyos nehéz fémek. Egy korábbi adásunkban már szó volt ezek negatív hatásairól, most mutatjuk az erre vonatkozó megoldásokat. A nehéz fémek nagyon sok problémát okozhatnak a szervezetben, azonban, hogyha felhalmozódott valakinek több egy bizonyos anyagból, akkor tud ellen védekezni, például különféle iszappakolásokkal, tinktúrákkal, tehát megvannak erre a megfelelő szerek, úgyhogy azért vagyunk most itt, hogy ezeket bemutassuk, lássuk is. Ez a nehéz fém tinktúra. Ez pedig a parazitaölő, mint jól látszik, körülbelül 200 féle tinktúrát használok. Ezek mind gyógynövényekből készülnek, és nagyon magas a hatóanyag tartalmuk, azért szeretem őket, illetve hogy ezek standardizált készítmények, tehát nem én állítom elő őket, viszont egymással keverhetők, és akkor így akár személyre szabott kezeléseket is lehet csinálni, de ezt mindig csak akkor alkalmazom, miután elvégeztem egy biorezonanciás vizsgálatot, és hogyha ott kijött, hogy valamilyen nehéz fémterheltség van, vagy esetleg valamilyen parazita van a szervezetben, akkor meghatározom, hogy milyen mennyiségben kell ezt szedni, és általában egy hónap alatt ezt helyre is hozzák. Tehát akkor ne kezdjünk el magunktól különféle ilyen tinktúrákat keverni, hogy nekem biztos ez van, mert az aláthatunk is magunknak? Hát sajnos igen, főleg, hogyha nem tudjuk, hogy milyen típusú, tehát azért parazitából és nehéz fémből is többféle van. És ez egyáltalán nem mindegy, hogy a szervezet melyik részén található, vagy hogy milyen káros hatásai vannak. Hogyha én most kimegyek és elkezdek a mezőről gyűjtögetni mindenféle gyógynövényeket, először is nem tudjuk a hatóanyag tartalmat, kettő, ehhez nagyon nagy anyagismeret kell. Három, hogyha nincs diagnózis, akkor mi alapján állítjuk föl a kezelés. Tehát csak azt, hogy látjuk, mert valaki érdekesen leírta az interneten, egyáltalán nem biztos, hogy nekünk ugyanaz a problémánk, még ha hasonlóak is a tüneteink. Ez egy humuszosabb barna iszap, ez a Holtengerből származik, ezt Jordániából hozatom. Ez ugye itt dehidratált formában, szárazon található. Ettől függetlenül vízzel aktiválva ez újra egy szerves iszappá válik. Most miért ennyire fontosak a különböző iszapok? Ugye vannak vörös iszapok, nem feltétlenül az, ami katasztrófa volt, hanem vannak jó tartalmú, vas tartalmúak, amik ugye rózsaszínre vagy vörösesre színezik az iszapot. Vannak a zöldes színűek, amiben nagyobb a szerves anyagtartalom. Akkor vannak a feketék barnák, ahol a humusz tartalom a nagyobb. Akkor vannak a kalcit tartalmúak, amik például a fehér iszapok. Attól függően, hogy melyik milyen típusú ásványi anyagot tartalmaz, olyan a színe, és ugye ezeket a hatóanyagokat tudja leadni a fejbőrnek. Most az iszapok a méregtelenítésnek a csúcs technológiája. Mégpedig azért, mert ugye bőrön keresztül működnek, de például van, aki kovaföldet eszik, tehát kovaföldet belsőleg is lehet méregteleníteni. Most az iszapoknak van egy csodálatos tulajdonsága, hogy amikor felkerülnek a bőrnek a felszínére, például egy fejbőrnek a felszínére feltesszük, akkor ennek ugye van egy negatív polaritása. Na most az iszapok, az iszapszemcsék, azok bipolárisak. Tehát azokban amfoter molekulák találhatók. Ráadásul ioncserélő funkciójuk van. Mit jelent ez a valóságban? Az, hogy az agyagszemcsék vagy iszapszemcséknek az egyik csücske az negatív, a másik pozitív polaritású. És amikor fogunk egy agyagmasszát, vagy aktiváljuk például ezt a holtengeri iszapot, rákenjük a bőrre, akkor úgy kezdi, hogy először is kiadja magából a különböző hatóanyagokat, illetve a fordított polaritással kiszívja a méreganyagokat a bőrünkből, és folyamatosan forognak a benne lévő szemcsék. Amikor már elég
oxidációs anyagot, elég méreganyagot, elég nehéz fémet kiszedett a bőrünkből, akkor terítődik, megfordul, ez az ioncserélő funkciója, megfordul a szemcse, és az anyag belsejébe viszi a szennyeződéseket. A másik polaritás pedig a tiszta bőrbe kiadja a benne lévő ásványanyagokat, vitaminokat, ezáltal a gyulladáscsökkentő, fagyúszabályzó hatású, illetve hát vitaminokkal látja el a bőrünket. A holtengeri iszap mellé szoktam a holtengeri sót ajánlani még. Ezt is tisztítatlan formában rendelem Jordániából, tehát ugye látszik, hogy ez nem hófehér, sőt egy kicsit olyan zsíros, olajos a tapintása. Tehát ez szüretlen, tisztítatlan holtengeri só. Egy negyed órát minimum javaslom az iszapokat fönnhagyni. Mindegy, hogy fejbőre tesszük, arcbőre tesszük, a testünk melyik részére tesszük. Általában ezeket a pattanásos helyekre, illetve aki sipolyosodásra hajlamos, tehát szőrtűszű gyulladásoknál is nagyon hatásos, vagy hogyha csak egyszerűen átestünk egy komolyabb betegségen, és volt egy antibiotikumos kúránk, vagy csak egyszerűen nagyon lemerült a szervezetünk, vagy kemoterápia után, amikor a bőrünk beszürkül, vagy hasonló bőrtünetek előjönnek, akkor az adott területre ezt ugye vízzel kell aktiválni, visszahidratálni, és akkor egy evőkanál, iszaphoz egy evőkanál langyos víz, ezt vissza kell hidratálni, és akkor egy ilyen vastag réteget rá kell húzni a bőrre, vagy a fejbőrre, teljesen mindegy, és ez mindig legalább negyed órát maradjon rajta. De ez minden méregtelenítésre igaz, hogy minimum negyed óra, amíg az dolgozik. Akkor ez a nehéz fémeknek a úgymond kivezetésére is alkalmas az iszap. Igen, igen. Ez külsőleg és belsőleg is, ahogy beszéltük is, illetve hát ugye itt jön a nehéz fém tinktúra, amit én szoktam alkalmazni, ugye ebben alga kivonat is van, és koriander kivonat is van, a koriander különben egy remek nehéz fém kivezető gyógynövény, ugye ezek tinktúrák, ez mindegyik egy alkoholos oldat, és ezeket a cseppeket én úgy szoktam javasolni, hogy hát naponta háromszor, szigorúan étkezés előtt, tehát ezt mindig étkezés előtt kell alkalmazni, és napi 10-15-20 csepp háromszor, attól függően, hogy milyen típusú nehéz fém. Azért higanynál, ólomnál, amik nehezek, tehát igazán nehéz típusú nehéz fémek, ott azért szoktam javasolni a napi 3x20 cseppet is. Hogyha mondjuk egy arzén, akkor, vagy króm, akkor elég a napi 3x10, és akkor a kadmiumnál szoktam ilyen 3x15-öt javasolni. Viszont ezek mellett borzasztóan fontos a nagy mennyiségű folyadék fogyasztása, nehogy a vesében, mert ugye a vizelettel távoznak ezek, nehogy a vesében vagy a hólyagban megrekedjenek a nehéz fémek, tehát ez napi legalább 2-3 liter vizet meg kell inni.